Osztályokat csoportosítanak át a Semmelweis kórházból, az intézményt járványkórházzá alakítják át. Pénz, eszköz, szállás érkeznek az adományok a vírus elleni védekezéshez. Elkezdték építeni az új kerékpárutat, a szakasz a Szentpéteri kaputól a város északi határáig tart. Köszöntöm Önöket, Önök a Miskolc Televízió híradóját látják. Miskolcon nincs igazolt koronavírussal fertőzött, a megyei kormányhivatal adatai szerint. Hatósági karanténban 24 ember van. A Semmelweis kórház rendelő intézete a héten még a megszokott munkarendben üzemel, a jövő héttől viszont várhatóan változik a rendelési idő. Az intézményt járványkórházzá alakítják, ez a fekvő betegeket ellátó részleget érinti, a járó betegellátást nem. Utóbbi esetén viszont kizárólag a sürgős beavatkozást igénylő betegeket látják el, a daganatos betegek ellátását nem korlátozzák. Március 20-án, azaz pénteken reggeltől 8 órától szünetel a betegfelvétel a Semmelweis kórház ideggyógyászati és szülészet nőgyógyászati osztályán. A betegellátás a Szentpéteri kapui intézményben történik majd, ezért arra kérnek mindenkit, hogy ilyen jellegű ellátásért oda menjenek. Ezzel kapcsolatban hangsúlyoznánk, hogy a Semmelweis kórház szülészete nem zár be, nem költözik el véglegesen. A működése átmenetileg szünetel, csak éppen azért, mert hogy a kórházat járványkórházzá alakítják át. Fontos az is, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt a fogorvosi alapellátás keretében is csak sürgősségi ellátás nyújtható. Újabb tájékoztatóval hívja fel a figyelmet az önkormányzat a koronavírusra és a megelőzésre. Hangsúlyozzák, hogy a vírus terjedése elleni leghatékonyabb védekezés az, ha az emberek otthon maradnak. Fertőzés gyanú esetén azt javasolják, hogy nem személyesen, hanem telefonon kell keresni a házi orvost. Továbbá, mivel a 70 éven felüliek ellátása a rendkívüli helyzetben az önkormányzatok feladata lett, ezért arra kérik az időseket, hogy hívják a rendészet képen látható zöld számát, hogy segíthessenek az étkeztetés megszervezésében, valamint az élelmiszerek és gyógyszerek beszerzésében. Az elmúlt napokban az intézmények felmérték az igényt a gyermekek további felügyeletére, így március 23-ától már csak az önkormányzat által kijelölt intézmények fogadják a gyerekeket. Ilyen ügyeleti intézmény a Dobó Katica és a Diósgyőri Bölcsöde, valamint a Százszor Szép Ovoda Bársony János úti tagovodája, a Diósgyőri Ovoda Lórántfi Zsuzsanna tagovodája és az Avastetői Ovoda Leszi Andor úti tagovodája. Azok a szülők, akik napközbeni felügyeletet nem kérnek, de a közétkeztetésre igényt tartanak, hétfőtől kizárólag az ügyeletes intézményekben vehetik azt igénybe. A járványügyi helyzet miatt a MÁV átszervezte és korlátozta a személyes ügyfélszolgálatai működését. A vasúttársaság közleménye szerint a sorbanállás és a személyes érintkezések csökkentése érdekében az utasokat arra kérik, hogy jegy- és bérletvásárlás esetén részesítsék előnyben a MÁV applikáció használatát és az e-vonat jegyváltását. Sorra érkeznek a felajánlások a miskolci önkormányzathoz a vírus elleni védekezéshez, amihez tárgyi és pénzbeli adományokat is fogadnak. A felajánlásoknak külön bankszámlát nyitottak, az eszközöket pedig a Mirehu gyűjti. Egy szállásadó pedig a panzióját ajánlotta fel az egészségügyi dolgozóknak. Két raklapnyi tisztítószert ajánlott fel egy helyi cég az önkormányzatnak a koronavírus elleni védekezéshez. A termékek mind környezetbarát alapanyagokból Miskolcon készültek. Úgy gondoljuk, hogy egy társadalmi felelősségvállalás részeként természetes ez a felajánlás. Az egyik belvárosi panzió 6 szobát ajánlott fel térítésmentesen szállás lehetőségként. Azoknak az egészségügyi dolgozóknak szeretnének segíteni, akik a pihenő idejükben nem akarják veszélyeztetni családtagjaikat. Az ötlet onnan jött, hogy a családban családi vállalkozás is vagyunk, együtt élünk, nálunk a kiskamasztól a 70 fölötti mindenki együtt él. Nagyon fontos nekünk, hogy vigyázzunk egymásra, vigyázzunk a
orvosainkra, egészségügyi dolgozóinkra. Egy ipari kapukkal állt a csarnokról van szó, tehát bármilyen, akár nagyobb járművel is be lehet ideállni. A tárgyi felajánlásokat a Mirehu József Attila utcai telephelyén egy kiürített 40 négyzetméteres csarnokba várják. Reggel 6 órától este 10 óráig, de pénzbeli adományozásra is van lehetőség. Példaértékű kezdeményezéseket látunk Miskolcon a koronavírus veszély miatt kialakult helyzetben. Nagyon örülünk annak, hogy több vállalkozás is jelezte, hogy szeretne csatlakozni, szeretne segíteni a védekezésben. Aki szeretne csatlakozni ehhez a felajánlás sorhoz, vagy a felajánlások sorához, az megteheti méghozzá egy CIB banknál vezetett számlaszámon keresztül. Olyan felajánlásokat várnak, amelyek segítenek a védekezésben. Ilyen a tisztítószer, a szappan, a fertőtlenítőszer, a maszk, a gumikesztyű és az új hálózsák is. Aki járványügyi karanténba kerül, annak táppénz jár. Viszont nem köteles a munkáltató fizetni annak, aki önkéntes karanténba vonul. Ha a cég úgy dönt, hogy felfüggeszti a termelést, alapbért akkor is köteles fizetnie a dolgozóknak, de közös megegyezéssel fizetett szabadságra is küldheti a munkavállalót. A többi közt ezekről is beszélt híradónknak a témában megkérdezett munkajogász. A koronavírus a munkaterületén is új helyzetet teremt. Azoknál a cégeknél, ahol meg lehetett oldani, már elrendelték az otthoni munkavégzést, sok helyen azonban elengedhetetlen a személyes munka. A híradónk által megkérdezett szakember szerint, attól, hogy valaki tart a betegségtől, a jog szerint nem tagadhatja meg a munkát. Hogyha súlyosan veszélyezteti a munkáltató az ő egészségét, és ezt esetlegesen tudja igazolni, hogy ez a súlyos veszélyeztetés fennáll, akkor tagadhatja meg csak a munkavégzést, és ebben az esetben járhat számára az alapbér. De ismétlem, csak abban az esetben, hogyha súlyosan veszélyezteti az egészségét az, hogy ő bemenjen a munkahelyre dolgozni. A munkajoggal foglalkozó szakember szerint, ha valaki a vírus miatt karanténba kerül, táppénz jár neki, de ha önkéntes karanténba vonul, a munkáltatónak nem köteles fizetni érte. Ehhez az kell, hogy a járványügyi hatóság rendelje el a járványügyi zárlatot, és erről igazolást is adjon a főorvos. Ebben az esetben a foglalkoztatót táppénz hozzájárulási fizetési kötelezettség majd nem fogja terhelni, mint egyébként más esetben. A munkáltatónak foglalkoztatási kötelezettsége van mindaddig, amíg nincs olyan konkrét közegészségügyi, szakhatósági intézkedés, feltárt kockázat, ami már elháríthatatlan külső oknak minősülne, és mentesíteni a munkaadót a kötelezettség alól. Ha ez mégis bekövetkezik, a munkavállaló táppénzre lehet jogosult. Elhunyt Schweikhár Gyula, a Miskolci Városgazda Kft. Volt ügyvezetője, az Innovációs és Technológiai Minisztérium egykori helyettes államtitkára. A miskolci jogászt tragikus hirtelenséggel futás közben érte a halál. Schweikhár Gyula 51 éves volt. Elkezdődött az új kerékpárút építése. A szakasz a Szentpéteri Kapui Ipari Parktól a város északi határáig tart. A több mint 480 millió forintos beruházásban 2 kilométeren épül új gyalogos és bicikliút. A Katalin utcáig pedig felfestéssel segítik a közlekedőket. Ha elkészül, a belvárostól a város határig összesen 7 kilométeren lesz biztonságosabb 2 keréken közlekedni. A beruházásra a Miskolci Önkormányzat még 2015-ben nyert vissza nem térítendő uniós támogatást. Félpályás útlezárás mellett folytatódik a hidegsor felújítása. A munkát a felső szakaszon is megkezdték, így az izraelita temető előtti szakaszon, az avas felőli oldalról a szembejövő forgalmi sávba terelik az autósokat. A biztonságos haladást jelző lámpás irányítás segíti. A tervek szerint a Gyár utca és a Mendikás dűlő közti szakaszt kiszélesítik, így megoldódhat az esővíz elvezetése. Továbbá az út melletti járdákat is felújítják és szélesítik. A Miskolci Nemzeti Színház 2 előadását is beválogatták az idei, a sorban már 20. Pécsi Országos Színházi Találkozó programjába. A posztra a Vadkacsa és a Fekete Szárú Cseresznye utazik majd. A találkozó időpontja a járványügyi helyzet miatt egyelőre bizonytalan. Ezt most nem szerbül mondtam, ugye? Hát nem. Pedig hogy úgy akartam?
Szőcs Artó rendezésében még 2019 végén mutatták be a Miskolci Nemzeti Kamarájában Hunyadi Sándor színjátékát. A Fekete Szárú Cseresznye a szerb és magyar közösséget mutatja be. Egy olyan történelmi időszakban, ahol minden kétséges. Az egyszeri ember szerelmi életétől a nemzet sorsáig. Egy szerelmi háromszögről szól ez a történet, illetve hát, hogy hogyan mulatoztak, hogyan várták a háborút, a katonák hogyan várták őket haza, a szeretteik, és aztán ki hogy élte meg ezt a történelmi fordulatot vagy traumát. A Fekete Szárú Cseresznye mellett a Rusznyák Gábor által rendezett Vadkacsa is meghívót kapott a 20. posztra. Így két előadással is részt vehet a Miskolci Teátrum az országos találkozón. Tudsz egy jó visszatisztulját? Annak idején a gyárban egyfolytában poénkodott. A Miskolci Vadkacsa egy egészen kivételes játékszíni darab lett. Rusznyák Gábor a színészekkel közösen alakította az előadást, ráadásul a díszletet is az író-rendező álmodta meg. Erős víziója volt a Vadkacsa történetéről, amelynek kettős üzenete van. Az egyik szereplő részéről van egy nagyon-nagyon erős szándék arra, hogy mindent ki kell deríteni a múltból, és mindent tisztázni kell, és mindent fel kell fejteni, hogy mi van. Még közben azt látjuk, hogy ez hihetetlen rombolással is tud járni, vagy össze tud omlasztani életeket, és ebben a történetben ugye elvezet egy öngyilkossághoz is ez a dolog. Tehát ez egy ilyen kettős, valószínű, hogy bennünk is egy kettős dolog. A két miskolci előadás tehát már biztosan a versenyprogramban szerepel, habár az idei poszt időpontjáról még nem született döntés. Ismét magyar bajnok lett Almási Zoltán a DVTK sakkozója. A Sportági Szövetség székházában rendezett harmadik Hetényi Géza emlékversenyt kieséses rendszerben bonyolították le. A férfiak csatájában Almási Zoltán Bánusz Tamással szemben szerezte meg 9. bajnoki címét. Marad a napos tavaszias idő, a hétvégén viszont lehűlés érkezik. Részletek hamarosan az időjárás jelentésben. Híradóval holnap este 6 órakor is jelentkezünk. Műsorainkat a minap.hu-n újra nézhetik, és írhatnak is nekünk észrevételeiket az info@mikon.hu e-mail címre várjuk. Kollégáim nevében köszönöm figyelmüket, aki teheti, maradjon otthon, és vigyázzanak egymásra. Viszontlátásra!